December 18-án tartós élelmiszereket adományozott a Heves megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat befogadó otthonának egy Heves megyei cég. Mellettük az Egri Dobó Katica nyugdíjas szervezetnek is pénzadományt gyűjtöttek, melyből a 250 tagból álló közösségnek egy hónapra elegendő immunerősítő vitaminokat vásároltak. Ezeket december 19-én szombaton adták át a szépkorúaknak. Örömmel vettük, és nagyon köszönjük nekik most is. De hogy mit jelent? Hát az egészséget, az erőt. Ebben a pandémiás helyzetben úgy gondolom, hogy mindenféleképp jó, hogyha immunrendszerünket erősítjük, és ezáltal a védekezési képesség a szervezetünknek nagyobb. Takács László ügyvezető elmondta, fontos, hogy a gyermekek mellett az időseket is támogassák az ünnepi időszakban. Szeretünk volna mindenképpen Egri nyugdíjas szervezetet támogatni. Úgy gondoltuk, hogy ez a támogatás a mostani egészségügyi helyzetben rendkívül időszerű és nagy segítség az idős emberek számára. Hozzátette, jövőre is szeretnének segíteni, és különböző jótékonysági akciókkal készülnek.